Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Ez itt a Tudományos Manifestáció, és én segíteni fogok megteremteni álmaid életét a tudomány segítségével. Ha szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson ez az információ, kérlek iratkozz fel a csatornára, itt lent, valamint nyomj egy tetsziket is erre a videóra, így a YouTube algoritmusa több embernek mutatja majd meg ezt a videót. A videó leírásában lévő linken keresztül tudod támogatni a csatorna fejlődését, minden adományozóért meditálni fogok. Szintén itt találod a webshopomhoz való linket, ahol önfejlesztő anyagokat vásárolhatsz meg. Szeretettel várlak konzultációra, ha úgy érzed elakadtál, vagy segítségre van szükséged, hogy megszabadulj a hátráltató programoktól, és hogy közösen dolgozva megvalósítsuk a vágyaidat. Köszönöm, hogy a nézőm vagy. Sziasztok! A mai témánk, hogy hogyan tudod fejleszteni a vizualizációs képességedet, vagy készségedet, hogy mondjuk. Nagyon sokan kerestek meg azzal, vagy nagyon sokan írjátok kommentbe, vagy csak ugye gondoljátok magatokról, hogy nem tudok vizualizálni, nem látok semmit, amikor vizualizálni próbálok, és a két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, az egyik az, hogy ez fejleszthető, a másik az, hogy nem számít, hogy mondjuk a képeket nem látod annyira. Tehát ugye, amikor az ember vizualizál, akkor két dolog van, amin dolgozunk. Az egyik az az érzés, amit előhoz ez a vizualizáció, a másik pedig az, ahogy kialakítja az idegi összeköttetéseket az agyunkba, az a kép, amit ismételten előhozunk az agyunkba, ugye. Tehát például a sportolók, akik előre fejben lejátsszák a meccset, vagy zongoristák, vagy bármilyen előadók, akik fejben lejátsszák mondjuk a koncertet, mit csinálnak? Ismétlik ezt a képet újra és újra és újra és újra, addig, amíg ki nem alakul az agyukban az idegi összeköttetés, és be nem épül a tudatalattiukba. Tehát amikor éles szituációban lesznek, sokkal magabiztosabban, automatikusabban jól fognak teljesíteni, mert a szervezetük, a testük az alapján, a program alapján működik, amit ugye kialakítottak. Amikor arról beszélünk, hogy mi az, amit szeretnénk elérni, teremteni, manifestálni, akkor szintén mit csinálunk? Vizualizáljuk a dolgokat, amiket szeretnénk, miért? Mert azzal kialakítom azt az idegi összeköttetést az agyamba. Például, hogy egészséges vagyok. Például, hogy nem tudom, új autóm van. Például, hogy felvettek arra a munkára, amire szerettem volna, hogy felvegyenek. Tehát az a lényeg, hogy például, amikor állásinterjút vizualizálunk, akkor ugyanúgy kialakul az idegi összeköttetés, aminek megfelelően szeretnénk, hogy menjen az állásinterjú, és amikor ott vagyunk élesben, akkor nem fogunk bestresszelni, nem fogunk leblokkolni, megfelelően tudunk teljesíteni azon az adott állásinterjún, és így nagyobb eséllyel megkapjuk ugye a munkát. Tehát az a lényeg, hogy a vizualizáció a legeffektívebb manifestációs technika, vagy technika arra, hogy elérjünk bármit, amit szeretnénk. És akkor ugye emiatt szokták azt gondolni az emberek, hogy ha nem látnak semmit, ugye, vagy nem tudnak vizualizálni, akkor hátrányban vannak ugye azokkal szemben, akik viszont jól tudnak. Tehát az egyik lényeg az, hogy nem fontos látni. Ha mondjuk érzed helyette az illatokat a képben, ha hallod a hangokat a képben, vagy érzed az érzeteket a képben, az ugyanúgy megfelel. Ugyanis vannak olyan emberek, akik vizuálisak, tehát jobban fel tudják dolgozni az információt képek által, vannak, akik hangok által, vannak, akik érzések által, tehát teljesen mindegy, hogy te melyik vagy, azt kell használnod, amivel jobban tudsz információt feldolgozni. Tehát ha te mondjuk nem látsz semmit a képben, amit vizualizálsz, de érzed az érzést, amit szeretnél vele előhozni, ha hallod a hangokat, tehát ott vagy abban a képben, akkor is, ha fekete maga a kép, az teljesen megfelel a célnak. De, ha szeretnéd mégis fejleszteni, akkor mondok egy pár technikát rá, és az a lényeg ezekkel kapcsolatban is, hogy nem elég megcsinálni egyszer. Tehát, ha te elhatározod, hogy szeretnéd a vizualizációs képességedet fejleszteni, akkor ez olyan, mint egy izom. Dolgozni kell rajta folyamatosan. Tehát nem fog megváltozni attól, hogy megcsinálsz egy technikát, amit mondok.
Az elején kell kezdeni, tehát ha főleg, ha az ember azt érzi, hogy nem lát semmit, akkor nem tudsz rögtön elkezdeni gyakorolni egy összetett jelenetet, hanem kezdjük a legelején. Tehát a legegyszerűbb vizualizációs technika, amivel lehet gyakorolni, az egyik az, amikor egy fotót veszel a kezedbe, megnézed ezt a fényképet, becsukod a szemed, és megpróbálsz minél több részletet előhívni belőle. És aztán megcsinálod újra, és megcsinálod újra, és addig csinálod, amíg mindent elő nem tudsz hívni arról a fotóról. Aztán továbbmész. Megcsinálhatod egy másik fényképpel. Nyilván ezt nem kell egyszerre, nem kell egy napon. Szépen akár egy nap egyet meg lehet csinálni. Az a lényeg, hogy dolgozunk vele. A másik hasonló technika, amikor tárgyat szeretnénk előhívni. Tehát mondjuk a telefonod, vagy egy bögre, vagy egy labda. Valami apró tárgy, ami elfér a kezedbe, megfogod. Meg is lehet tapizni rendesen, tehát hogy milyen az alakja, mert az is segít bevinni az információt. Tehát mondjuk én, ha becsukom a szemem, tehát nem is kell becsuknom a szemem, így most, hogy beszélek róla, el tudom képzelni ide a kezembe nyitott szemmel is a kedvenc bögrémet mondjuk, vagy a telefonomat, érzem a kezembe a tapintását, hogy milyen állaga van, tehát mindent elő tudok hívni. Ez a cél, hogy ugye ez meglegyen. Tehát mondjuk, megfogod a kedvenc kis bögrédet, megforgatod a kezedben, megnézed minden szögből, majd becsukod a szemed. Ugyanúgy ott maradhat a bögre a kezedben, mert segíteni fog, hogy elő tud hívni ezt az információt. És megpróbálod minél alaposabban vizualizálni ugye a képet. Ezt is újra, és újra, és újra. Ha most sikerült egy kicsi részletet előhívnom, holnap meg kicsivel többet, akkor már is fejlődtél. Tehát akkor látod, hogy működik, abszolút lehet fejleszteni, csak gyakorlat kérdése. A következő dolog, amit lehet csinálni, mozgásban lévő dolgokat vizualizálni. Tehát például hullám, a tengernek a hulláma mondjuk, vagy egy méh, vagy egy madárröpte, vagy egy fa, vagy egy virág, ahogy a szélben hajladozik. Ez mind-mind elő lehet hívni, mert van róla emléked. Ha nem megy előhívni, akkor csináld azt, hogy keresel róla egy videót, jól megnézed, alaposan, szállj rá bőven időt, amennyire szükséged van rá, senki nem sürget, majd kikapcsolod a videót, becsukod a szemed és megpróbálod előhívni. Oké? A következő dolog, ami nagyon fontos, tükörkép előhívása. Tehát, hogy tudjunk arcokat előhívni a gondolatunkban. Megállsz a tükör előtt, nagyon alaposan megnézed magad. Milyen a hajad, milyen a bőröd textúrája, milyenek a pórusaid, milyen a szemednek az erezete, piros-e ugye, vagy kevesebb vérér van benne, tehát ha fehérebb, akkor ugye az megint más. Milyen a szemed színe, milyen a pupilládnak, az íriszednek a mintája, ugye? Igen, az írisznek a mintája. Megnézed teljesen mindent magadon, majd becsukod a szemed és megpróbálod előhívni. Ugyanúgy, mintha tükörben lennél. És ezt is gyakorlod újra, és újra, és újra. Ma is, holnap után is, folyamatosan. És ha gyakorlod, pár héten keresztül, minden nap lehet variálni, nem kell minden nap ugyanazt a feladatot csinálni. Ha minden nap foglalkozol vele egy 5 percet, akkor azt fogod tapasztalni, hogy egy pár hét elteltével sokkal erőteljesebben fogsz tudni vizualizálni. Oké, tehát ezek eddig a képi jelenetek voltak. És most térjünk rá arra, hogy ugye nagyon fontos, hogy minden más érzékszervünk is részt vegyen ebben a vizualizációban. Tehát, hogyan tudjuk mondjuk előhívni az érzékszerveinket? Amit én szoktam tanítani, nagyon egyszerű. Becsukod a szemed, és elképzelsz magad előtt egy rózsát. Mindenki tudja, hogy milyen egy rózsa, tudod, hogy hogy néz ki, tudod, hogy milyen a tapintása a virágsziromnak, a levélnek, a tövisnek rajta. Becsukod a szemed, és elkezded előhívni magadból. Hogy néz ki ez a rózsa? Milyen a tapintása, ugye? Érzed a kezeid, vagy az ujjaid között, ugye? Hogy milyen a rózsaszíromnak a tapintása? Érzed a levélnek a tapintását, a szárát? Szépen mindent végignézel. Érzed azt, hogy milyen az illata? Előhívod magadban a múltból már meglévő emlékeidet, hogy milyen a rózsa illata. Majd, amikor elő tudtad hívni teljesen, akkor mondjuk el lehet kezdeni játszani azzal, hogy ha eddig mondjuk vörös rózsát képzeltél, akkor most ez egy sárga rózsa lesz, tehát változzon át a színe.
Nem kell, hogy átmenet legyen, csak most legyen sárga. Aztán lehet kék, lehet fekete, lehet fehér. Teljesen mindegy, milyen színű, variáld a színeket. Addig, amíg nem megy mindegyiket előidézni. Oké? Utána variálhatsz az illattal. Ha eddig ugye érezted a rózsa illatát, akkor most képzelj oda valami teljesen más illatot. Mondjuk kenőolaj, vagy narancs, vagy csokoládé. És akkor mit fogsz csinálni? Fejleszted, egyre flexibilisebb lesz az, hogy hogyan tudsz ezekkel játszani. Tehát ugye egyre absztraktabb dolgokat is tudsz mondjuk elképzelni, és mi a lényeg? Tehát az, hogyha te mondjuk most beteg vagy, akkor az a gondolat, hogy egészséges vagy, az nagyon valóságtól elrugaszkodott a te tudatalattidnak, tehát ezért megyünk arra rá, hogy absztrakt dolgokat is, ugye lehetetlen dolgokat is megtanuljunk elképzelni, mert hiszen kvázi olyan dolgokat teremtünk, ami ez ideig mondjuk lehetetlen volt nekem. Tehát akár egészség, akár sok pénz, akár mondjuk egy első autó, akár egy tökéletes párkapcsolat, ami ez ideig lehetetlen volt, most azt fogom megtanulni vizualizálni, oké? Tehát ezzel nagyon sokáig el lehet játszadozni. Lehet más virágot is csinálni. Tehát ez teljesen intuitív. Amineket tetszik, ez csak egy alaptechnika, és lehet variálni, oké? A következő lépés, hogy nyitott szemmel is tudjunk vizualizálni. Ugye Neville Goddard nagyon sokat beszél arról, hogy így benne abba a végcélba, amit szeretnél. Ahhoz mi kell? Az, hogy nyitott szemmel, ahogy jársz a világba, és lásd magad körül. Ugyanúgy, ahogy ő, amikor Barbadosra akart elutazni, és ugye nem volt rá pénze, és mit tanácsoltak neki? Hogy képzelje el azt, hogy már ott van. Tehát ő már ott van. És akkor járta New York, azt hiszem akkor New Yorkba lakott, New York utcáit, és oda képzelte a pálmafákat. Eltűntek a felhőkarcolók, és ő a pálmafákat látta nyitott szemmel az utcán. Ez egy vizualizációs készség, el lehet jutni oda, hogy nyitott szemmel lássál dolgokat. Én már elég magas szinten vagyok ehhez, tehát én bármit, bármikor, most így beszéd közben is el tudok képzelni, mert nagyon régóta gyakorlom. Te is ugyanúgy, ugyanerre a szintre el tudsz jönni, csak és kizárólag gyakorlás kérdése. Oké. Na de hogy tudod ugye ezt gyakorolni mondjuk saját magadba? Ugyanúgy vegyük a bögre példát, de lehet teljesen más is. Ha a bögrével már ráadásul dolgoztál, tehát elképzeltem azt csukott szemmel, hogy itt hogy néz ki ugye ez a bögre, akkor most mi a következő lépés? Elrakom szem elől, és mondjuk ránézek az asztalomra, és oda képzelem nyitott szemmel ezt a bögrét. És akkor megpróbálom ott is forgatni akár, hogy néz ki, körbejárom, tehát körbejárom az asztalt, milyen lenne, ha ez a bögre rajta lenne ezen az asztalon, és ahogy én körbejártam az asztalt, ugye más szögből látom ezt a bögrét. Oké? Ez már ugye egy következő szint, és aztán még egy következő szint van, amivel tudsz variálni, amikor tájképeket vagy helyeket vizualizálsz, és ugye bele fogjuk magunkat tenni ebbe. Mert ugye általában, amit vizualizálunk, az valahol van, tehát mondjuk ha utazni akarunk, vagy valakivel együtt akarunk lenni, vagy egy állásinterjún vagyunk, akkor ugye arra a helyre vizualizáljuk magunkat. Tehát következő lépés, hogy a helyekre is tudjuk magunkat vizualizálni. Oké, tehát keresel, vagy az emlékeidben egy helyet, amit nagyon jól ismersz. Lehet ez egy kedvenc hely, lehet ez egy hely, ahol sokat jársz, de lehet ez egy fotó is, teljesen mindegy. Tehát lehet egy olyan hely, ahova nagyon szeretnél elmenni, de még mondjuk nem voltál. Teljesen mindegy. Ha nem tudod előhívni emlékezetből, akkor nyugodtan keresd rá Google-n, keresd meg egy fotót, jól nézd meg, ugyanúgy, majd becsukod a szemed, és megpróbálod előhívni. Először csak a képet. Előhívod, mondjuk, nem tudom, legyen az a Bahamákon egy hotel, amit valahol láttál. Előhívod azt a hotelszobát. Vagy mondjuk egy ilyen bal, hogy mondják, tehát ahol ilyen nyitottan teraszon kim vagy. És mondjuk ott van előtted a tenger. Először csak a képet látod, ott a tenger. Majd, ha ez biztosan megvan, körbenéztél, akkor előhívod a tenger hangját, beindítjuk a jelenetet. Látod azt, ahogy hullámzik, hallod a sirályokat, belehozzuk a hangokat, ugye? Belehozzuk azt, hogy milyen érzés a bőrödön a napfény, ugye valószínűleg jó meleg, de ugyanakkor tengernél szél is van, tehát érzed a szelet is a bőrödön. Egyesével szépen elkezded gyakorolni ezeket az apró dolgokat, és egy idő után össze fog állni egy videószerű jelenet.
Oké, következő lépés, utolsó lépés. Tehát ez a legutolsó lépés, amikor megtanuljuk belevizualizálni magunkat egy jelenetbe. Hogy tudod ezt megcsinálni? Az, hogy biztos legyél benne, hogy saját magad szemszögéből látod, és nem kívülről látod magadat. Legegyszerűbb, fogod magad és lenézel. Mert amikor lenézel, ugye mit látsz? Látod a kezeidet, látod a lábaidat, látod a ruhádat. Tehát, kinn állsz mondjuk ezen a képzeletbeli teraszon, de mondom, lehet ez bármi, bármilyen hely, amit szeretnél, bármivel lehet gyakorolni. Lenézel, mi van rajtad. Megnézed, hogy milyen ruha van rajtad. Ha most én a Bahamákon vagyok egy hotelszobában, és előttem a tenger van, akkor valószínűleg vagy bikinibe vagyok, vagy valami lenge nyári ruhában, és valószínűleg nincs rajtam mondjuk cipő. Tehát, akkor előhívom az emlékezetemből, hogy hogy néz ki mondjuk a lábfejem, a lábujjaim. Utána elmegyek fölfele, hogy néz ki a térdem, mert ahogy lenézek, ugye látom a saját térdemet. Milyen ruha van rajtam? Elképzelem mondjuk a kedvenc ruhámat magamon, vagy bikinimet. Megyek följebb, mi van még a kezem? Felemelem gondolatban a kezemet. Tehát csukva van a szemed, ott vagy ezen a már beindított mozgóképes jelenetben, végignézted a lábadat, végignézted a testedet, most felemelted a kezedet. Mert a kezedet ismered, tudod, hogy hogy néz ki. Tehát a legeslegegyszerűbb dolog azt vizualizálni egyébként. Megnézed a tenyeredet, hogy hogy néz ki. Csukott szemmel ugye a jelenetben. Majd, ha ez megvan, akkor elértél a végcélig. Tehát akkor benne vagy, saját szemszögből nézed a jelenetet, mozog a jelenet, megvannak az érzékszervek. Mi maradt? Az érzések. Márpedig a kép magában hozni fogja az érzéseket. Oké? Tehát ez a menete. Kezdjük az olyan tárgyakkal, amik ugye nem mozognak, egyszerre csak ott tartunk, hogy bevonjuk még a más érzékeinket is. Tehát ugye lehet a kezembe az, amit ugye szeretnék vizualizálni, gyakorlom azt, utána mondjuk már nem érek hozzá a tárgyhoz, úgy gyakorlom csukott szemmel, előhívok fotót, előhívok az elmémben tárgyakat, előhívok mozgásokat, ugye, tehát milyen, amikor a szél fújja a hullámokat, mondjuk, ugye, milyen, amikor a szél fújja a növényeket, milyenek az állatok, mondjuk a madárröpte, majd a saját arcomat, ugye, vagy a kezemet gyakorlom a tükörbe, és akkor megnéztem ezeket az építőelemeket. Ha megvannak ezek az építőelemeket, akkor tudom bevonni ugye az érzékszerveket, tehát azzal a rózsás gyakorlattal, amit mondtam, vizualizálod a rózsát, milyen az illata, milyen a textúrája, milyen a színe, bevonod a többi érzékszervedet mindennél, elkezdesz vele játszani, milyen más színű lehet, milyen más illatú, milyen más textúrája lehet ez a jelenet, ugye? Ha ezzel megtanultál játszani, és már könnyedén megy, akkor a következő, hogy megtanulsz nyitott szemmel is vizualizálni dolgokat, ugye? Először csukott szemmel látod magad előtt, majd kinyitod a szemed, és látod magad előtt a tárgyat. Következő pedig ugye a helyszínek. Előhívod a helyszíneket a gondolatban. Megeleveníted őket, bevonsz minden érzékszervet, csinálsz belőle kvázi egy fejbeli videót, majd beleteszed magad azáltal, hogy lenézel a lábadra, lenézel a kezedre, vagy még azt tudod csinálni, hogy akárhol vagy ebben a jelenetben, ha a jelenetben ott van egy autó, akkor belenézel az autónak az ablakába, és látod tükröződni magadat, amit ugye megtanultál, hogy hogy néz ki az arcod, megtanultad előhívni. Vagy ha víztükör van előtted, akkor belenézel abba, és látod a saját arcodat. Tehát mindenhol azt lásd, hogy a saját szemszögedből vagy, mozog a jelenet, érzékszerveidet bevontad, látod saját magadat, és akkor nem tudsz rossz irányba menni ezzel. Nagyon sokan aggódnak rajta, hogy nem jól vizualizálnak. Nincsen ilyen, lehet fejleszteni, ha mégis szeretnéd. Ez a menete, oké? Tehát élettelen tárgyak, mozgások, saját magunk, majd utána bevonni az érzékszerveket, nyitott szemmel vizualizálni, és utána egy helyszínre beleképzelni magunkat, oké? Remélem, hogy érthető volt, mert most így visszagondolva egy kicsit lehet, hogy össze-vissza magyaráztam, de mindegy, remélem, hogy tudok ezzel segíteni. Gyakoroljatok, és kommentben pedig írjátok meg, hogy kinek hogy megy, fejlődött-e, tehát hogyha mondjuk elkezdesz most ezeket gyakorolni, akkor egy pár hét múlva gyere vissza, és írjál a többieknek,
lelkesítsd őket, hogy milyen eredményeket értél el vele. Oké, ennyi volt mára, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!